Köszöntöm nézőnket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szénmonoxid mérgezés. A fűtési időszakban megnő a gyilkos gáz okozta balesetek száma. Vincenapi szőlőmetszés. Kedvező évük lesz a borászoknak. Paks kultúrájáért díj. Idén ketten vehették át a rangos elismerést. Kerekesszékesek vívtak pingpong csatát egészséges társaikkal. Elindult az idei év integrált asztali tenisz bajnoksága. A fűtési szezon idején többször kell vonulniuk a Tolna megyei lánglovagoknak kéménytűzhöz és szénmonoxid mérgezéses esetekhez egyaránt. A gyilkos gáz visszaáramlásához gyakran a kazán meghibásodása, a szellőztetés hiánya vezethet, illetve a nem megfelelő karbantartás. Szakemberek szerint fontos, hogy a nyílt lánggal égő berendezéssel fűtött otthonokban legyen szénmonoxid érzékelő. Ez életet menthet. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Magas koncentrációban a gyilkos gáz akár egy percen belül is halált okozhat. Jakab Zoltán, a Tolna megyei kéményseprő csoport vezetője szerint mérgezés esetében gyakori probléma, hogy a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása nem megfelelő, illetve előfordul, hogy a kazán elkuszulódása okozza a problémát. Jelentős, úgy gondolom, hogy a mai világban jelentős a nyílászárok cseréjével a légbe vezetésnek a nem megoldása. Ugye többletköltséget jelent, hogyha a légbeeresztő nyílásokat is megrendelik, vagy fölajánlják a nyílászárosok. De ez elengedhetetlen sajnos az atmoszférikus, tehát a nyílt égés terű tüzelőberendezéseknek a működtetéséhez. Annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt, fontos az időszakos kémény ellenőrzés, illetve a gázkazánok karbantartása. Jakab Zoltán elmondta, hogy a gázzal fűtött lakásokban érdemes szénmonoxid érzékelőt felszerelni. Egy ilyen készülék ára nagyjából 7 és 20 ezer forint között mozog, és életet menthet. Hát olyan stádiumban tudnak jelezni, amikor az ember még cselekvőképes. Hát akkor, amikor megszól a riasztó, akkor még az nem azt jelenti, hogy azonnal meg kell halni, hanem akkor tud még nyilázárot nyitni, fűtést beszüntetni, tehát akkor még tudatánál van. Ha később próbálna reagálni, akkor már nem biztos, hogy erre lehetősége van. A katasztrófa védelem honlapján egyébként egy részletes lista is megtalálható azokról a szénmonoxid érzékelőkről, amik a hatóság szerint biztonságosak. A gyilkos gáz miatt az elmúlt évben 20, idén pedig már egy alkalommal kellett vonulnia a Tolna megyei tűzoltóknak. Az elmúlt három napban 39.928 új koronavírus megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.441.385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 122 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.944 főre emelkedett. 2.921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.342.000-en kaptak. Tolna megyében 1562 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt hétvégén, ezzel a járvány kezdete óta 29.824-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Hálaadás. Ezzel a címmel adtak műsort a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének tagjai Budapesten. Az előadással a székelyek hazatelepítésének 80. évfordulójára emlékeztek. Zenés, táncos és énekes produkciókat hallhatott a közönség a Nemzeti Táncszínházban, egyúttal a Magyar Kultúra Napját is ünnepelve. Népi viseletben hagyományos dallamokra táncoltak a bukovinai székelyek Budapesten. Az alkalom különlegessége, hogy a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik, de egy fontos évfordulóról is megemlékeztek a résztvevők. 80 évvel ezelőtt történt ugyanis, hogy hazatelepítették a népcsoportot. 1941 tavaszán az akkor frissen húsvétkor felszabadult Bácskába telepítettek mintegy 14 ezer főt. Az egykori Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegéds és Józseffalva lakóit, akik aztán Szabadka és Újvidék közötti területen, mint egy 28 településen szétszórva
telepedtek le. Többnyire Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye székely származású lakosai látogattak el a rendezvényre. Ők a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének műsorát láthatták, hallhatták. A tánc mellett énekes produkcióval is készültek, de történeteket is meséltek. Az előadásban számos hagyományt is megjelenítettek a fellépők. A csobányolás, a karácsonyhoz kapcsolódó történet is előjön, majd pedig ugye a megérkezés, és itt folytatódik a lakodalom, hiszen lakodalom kellős közepébe kezdődik a program, illetve a műsor, és ott folytatódik, hogy új hazát találva, illetve otthonra találva, beilleszkedve, ami hosszú időt vett igénybe. A jövőben tovább folytatják a programot, hasonlóan szeretnék majd bemutatni a székelyek szokásait. Ez az előadás egyébként a Hálaadás címet kapta, hiszen a hazatelepítés jubileumát ünnepelték a résztvevők, amiért, ahogy az elnök is fogalmazott, hálát kell adni Istennek. A parlamenti választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak. Ehhez az szükséges, hogy a közgyűlés január 31-én döntsön a nemzetiségi lista állításáról, és arra is szükség van, hogy a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplők legalább 1%-a ajánlja a listát. A nemzetiségek jogairól szóló törvény tavalyi változtatása írja elő az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő 20 naptári napon belül döntsenek a nemzetiségi lista állításáról. A döntésnek tartalmaznia kell a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, valamint személyi azonosítójukat. A döntéseket a személyi azonosító kivételével az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján is közé kell tenni. Az eddigi jelek arra utalnak, hogy jó évük lesz a borászoknak. Ez derült ki a szekszárdi Diszenti Dezső kert barátkör hagyományos szőlővesző vágásán hétvégén. Az ilyenkor lemetszett ágból a néphagyomány szerint meg lehet állapítani, érte-e valamilyen károsodás a szőlőtőkéket. A későbbi ügyekből pedig úgy tartják, azt lehet megjósolni, milyen termés várható az adott évben. Nagyon gyönyörű, szép zöld, tehát itt semmilyen gond nincsen a szőlővel. Érett, beérett a vesző. Hagyományos vincenapi vesszővágással vette kezdetét az idén 45 éves Diszenti Dezső kert barátkör borünnepe Szekszárdon, az Istifán gödrei pincesoron. A tradíció szerint ilyenkor a gazdák lemetszenek egy szőlővesszőt és megvágják azt. Utóbbi ezt követően egy vízzel töltött edénybe kerül, később a kihajtó rügyek alapján pedig további következtetéseket vonhatnak le a borászok. Az egyesület elnöke elmondta, hogy a vesszőjóslat alapján kedvező lesz az idei év. Hát nem lesz annyira jó rendkívüli, mint a tavalyi, mert azért nagyon sok gondunk volt, azért a jó minőség mellett aszálykár volt, nagyon komoly aszálykárunk volt, hűvös idő, tehát volt minden, ami nem kívánatos, de a végére hál' Istennek a végtermék az jó minőség. Az események egyik elmaradhatatlan része a vesző megáldása. Kaszó Gyula református lelkész már 2013 óta látja el ezt a feladatot. Valahol az mutatkozik meg ebben, ami a természetben is tapasztalható, hogy az ember kevés arra, hogy a természet erőjét úgy szelídítse meg, hogy az őt is táplálja, és a békesség is megmaradjon. Az Úristen áldását kérni jövünk ilyenkor mindig egybe. A jubileumi vincenapi borünnep ezúttal is pincelátogatással és a kertbarátok 2021-es kék frankos új borainak kóstolásával, értékelésével zárult. A Nemzeti Adó és Vámhivatal új honlapjára hasonlító, minden bizonnyal adathalászatra létrehozott csalóportál jelent meg az interneten, figyelmeztet az adóhatóság. A felület a járványra is kitalált adóvisszatérítésre hivatkozva ígér pénzt. A csábító, de gyanús ígéreteknek senki ne dőljön be, senki ne kattintson az ilyen álcázott honlapokra, mert komoly következményei lehetnek, ha adatai illetéktelenek kezébe kerülnek. A NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat, közölte az adóhatóság. Kiemelten ellenőrzik ezen a héten a NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a vendéglátóhelyeket. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Vizsgálatokra elsősorban Szekszárdon, Tamásiban, Pakson, Nagymányokon és Dunaföldváron kell számítani.
A Paks kultúrájáért díjat 2004 óta két évente adják át a településen a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen. A 2022-es esztendőben Péters Mária és Bunkóczi András vehették át a kitüntetést. A mai ünnep ráébreszt arra, hogy mi magyarok nem csak gazdagok, de mérhetetlenül erősek is vagyunk. Szabó Péter polgármester köszöntőjében Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott Magyar Kultúra Napján szervezett ünnepségen arról beszélt, hogy a kultúra alapvetően gyökeret ad az ember számára, elhelyezi és megtartja a világban. Az Atomvárosban már 17 éves hagyomány, hogy jutalmat adnak át ezen a napon. Idén az elismerést Péters Mária és Bunkóczi András kapták. Péters Mária az elmúlt 40 évben a kulturális élet számos területén bizonyította elhivatottságát, két maradandó alkotására a legbüszkébb. A Deák iskola évkönyvei, az a 4 darab, ami elkészült 2000 óta mostanáig, illetve a legutolsó, ami a múlt héten jött ki a nyomdából, a Herceg Ágnes gyűjteményének a lejegyzése, amit Huta István kollégámmal készítettünk el. Talán ezek azok, amik így most leginkább a szívemhez legközelebb állnak. Bunkóczi András is egész életében sokat tett a kultúráért. Petőfi túrákat szervez, megalapította a Schiller Nótakört, komoly zenei estet rendez. Szabad idejében végzett munkássága nem csillapodott a nyugdíjas éveiben sem. A második, a 26-án az Erzsébet szállóban ugye lesz a városi vetélkedő, a kulturális vetélkedő. Ugye 7-16-án akkor a Szent István téren úgy szintén a 4. komoly zenei koncert. A kultúra napi ünnepség Csík János és a Mezzo zenekar koncertjével zárult Pakson. Sérült és épp sportolóknak szerveztek hétvégén integrált asztali teniszkupát Szekszárdon. A megmérettetésen 11-en vettek részt. A programot kitaláló egyesület alelnöke havi rendszerességgel szeretné megrendezni a tornát, ahová nem csak a szekszárdi, hanem a vidéki asztali teniszezőket is szeretettel várnak. Kerekesszékben ülve, de ugyanolyan elszántsággal és fürgeséggel adogatja vissza a labdát Sebestyén András az ellenfelének a Fáklya Sport Egyesület által megrendezett integrált asztali teniszkupán. Ez az idei év első rendezvénye, ahol mozgáskorlátozottak és egészséges társaik mérhetik össze pingpong tudásukat. Az integrált versenyek célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a mozgássérült és az egészséges asztali teniszezőknek a találkozásra és a megmérettetésre. Ezek meghívásos versenyek, havonta szeretnénk ebből egyet szervezni. Ugye valamikor nagy rendezvényeink is voltak kint a küzdőtéren, ott 80-100 ember részt vett, de az olyan nehezen nem volt már olyan gördülékeny. Ezek ilyen pörgős, gyors versenyek reggel jönnek, 8-kor, 8:30-kor és délután 3-kor nagyjából végzünk. Mindenki játszik 8-10 mérkőzést, azért egy kis kupát, egy kis érmet, egy kis borocskát hazavisznek Szekszárdról. A szekszárdi versenyzőkön túl Pécsről és Budapestről is érkeztek játékosok a kupára. Sebestyén András azt is elmondta, hogy azok, akik ezeken a versenyeken képviseltetik magukat, jobbára gyakorlott pingpongozók. Igazából ők ilyen megyei bajnokságban játszanak, tehát igazából olyan nagyon amatőr szintet nem tudunk fölvállalni, mert mindenki igazából a jó pingpongot szereti, és erősen a mezőny. Tehát hát ők már mind ilyen megyei bajnokság, városi bajnokságban, Baranyai megyeibe játszanak, meg itt Tolna megyébe is. Tehát hogy azért egy színvonalat muszáj tartani, különben nem jönnek el a jó játékosok. Sebestyén András azt is hozzátette, hogy sajnos a városban nincsen asztali tenisz utánpótlás, a fiatalok körében nem számít népszerű sportnak. Inkább a 40-es, 50-es korosztály az, akik szívesen vesznek részt a meghirdetett bajnokságokon, szinte első hívószóra jönnek, hogy egy jót játszanak csapattársaikkal. Regionális híreink következnek. Népszerű az oltás. Sokan veszik igénybe a regisztráció nélküli vakcinát. Megállapodást kötöttek. Közösen fejlesztenék a térség gazdaságát. Legalább 200 forinttal emelnék az órabéreket. Bértárgyalási elképzelés a Tükebusznál. Továbbra is népszerű a regisztráció nélküli oltás lehetősége. Kaposváron a Kaposi Mór Oktató Kórházban a múlt héten a legtöbben a harmadik vakcinát adatták be maguknak.
Ismét oltási akciónapokat tartanak a Kaposi Mór Oktatókórházban. Regisztráció, illetve időpontfoglalás nélküli oltásra sokan érkeznek. Úgy tűnik, hogy időpont nélkül szívesebben jönnek az oltakozók oltásra, mint időpontfoglalással. A vakcina beadását minden esetben egy rövid konzultáció előzi meg, ennek során oltóorvos segít a választásban. Szeretném Modernát így harmadjára? Pfizer. Pfizer szeretem minden áron? Igen. Jó, akkor Pfizer kap. Egyre több fiatal számára fontos a saját és környezete egészsége, ezért a legtöbben már az első és a második körös oltást is megkapták. Azért vettem fel, mert a nagymamám kérte, hogy vegyem fel az ő védelmébe, és hogy meg sok helyen fogják kérni, és hát szerintem érdemes volt. A megkérdezettek többsége azért érkezik az oltópontra, mert nem szeretne beteg lenni, és a megoldást az oltásban látja. A harmadikat vettem fel, és fontosnak tartom, hogy egészségesek legyünk, hogy gyógyultak legyünk, és hogy közösségben mehessünk. A kaposvári kórházban holnap délelőtt 10 és délután 6 óra között lehet regisztráció és időpontfoglalás nélkül oltakozni. Önkormányzatok, kamarák, a Pécsi Egyetem az aláírók között. A megállapodás célja a dél-dunántúli régió gazdaság fejlesztése. A források hatásosabb felhasználását, az infrastruktúrális keretek kialakítását, ennek következtében a helyi cégek, vállalkozások versenyképességének növelését várják a felek az összefogástól. A gazdaság fejlesztési megállapodást a Pécsi Egyetemen írták alá a felek. Több oldalú megállapodást kötöttek a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna, a Baranya megyei önkormányzat, a kamarák, a Pécsi önkormányzat és a Pécsi Egyetem részvételével pénteken. Gazdasági és politikai értelemben is széles az együttműködők köre, de ez nem akadályozhatja a térség fejlődését, mondja a kormánybiztos. A politika az forgandó, de az csak az egyik szelete a mi együttélésünknek. Meg kell találni azokat az együttműködési formákat, amelyek a politikával együtt, meg attól függetlenül is a előrelépést segítik, hogy az pedig, hogy milyen tartalommal lehet megtölteni ezt a megállapodást, mint ahogy említettem az aláíráskor is, az elmúlt évtizedekben többször megírogászkodtunk valami hasonlónak. Én azt gondolom, hogy tanultunk azokból a hibákból. Most az aláírók munkája együttműködése dönti majd el, hogy elérje célját a megállapodás, mondja Mikes Éva. A megyei iparkamara a helyi vállalkozások, cégek versenyképességének növelését reméli az együttműködéstől. Ha azt akarjuk, hogy a gazdaság versenyképes legyen, ezen belül versenyképes vállalkozások, akkor a közszférának olyan kereteket kell megalkotnia, amelyben ez megoldható. Tehát ez a megállapodás azt célozza, hogy az erőforrásainkat, tudásunkat egyesítsük, koordináljuk, és ezt a keretrendszert meg tudjuk teremteni. A megállapodás nyitott, újabb önkormányzatok kapcsolódhatnak hozzá. A megyei elnök azt mondja, az összefogással hatékonyabban tud fejlődni, felzárkózni Baranya. A megyének a 3 évtizedes lemaradása, amely a megye bezártságából adódott, az jelentősen tud csökkenni. Ehhez kellenek nagy infrastruktúrális fejlesztések, további közúti fejlesztések, reményeink szerint majd vasúti fejlesztések is, Mohácson már zajlik a kikötő fejlesztés, tehát nagy infrastruktúrális fejlesztések, és ezek csak együttműködve, a különböző nagy szereplők különböző gondolatait összehangolva tudnak megvalósulni. A régió fejlődésének szellemi hátterét adhatja az egyetem, mondta az intézményt működtető alapítvány elnöke. Tudja azt a szellemi hátteret biztosítani, ami fontos egy komoly fejlődéshez, fejlesztéshez, és a modellváltással maga az egyetem is egy olyan fejlesztési lehetőséghez jut, amivel a város és a régió fejlesztését is tudja szolgálni. A megállapodás a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna, vagyis Baranya Somogy-Tolna megye gazdasági helyzetének javítását célozta meg. Így a jövőben várják a másik két megyéből is azokat a szervezeteket, döntéshozókat, akik csatlakoznak a közös célhoz. Még tavaly kezdődött, de idén lesz megegyezés a tervek szerint a tükebusznál a bérekről. Jelenleg 1265 forint az autóbuszvezetők alapóra bére. A tárgyalásokat vezető szakszervezet elnöke szerint legalább a szakmunkás minimál órabért el kell érniük. Ez 200 forinttal több a mostaninál. A vezérigazgató demonstrációhoz vezető kijelentései nem voltak szerencsések a szakszervezeti elnök szerint, de most már a munkára figyelnek a dolgozók.
A bértárgyalásokat már tavaly elkezdték a Tőkebusznál a kollektív szerződés szerint, mondja a cégnél működő független demokratikus szakszervezet elnöke. Ez az érdekképviselet az, amelyikkel meg kell állapodnia a munkáltatónak. Hofecker Ferenc azt mondja, arra törekednek, hogy a minimum órabér elérje legalább a szakmunkás minimál órabérét. Ez 1495 forint kezdő órabért jelentene. A mi elképzeléseink szerint szeretnénk egy úgynevezett teljesítmény alapon működő rendszert is bevezetni, hogy azok a dolgozók, akik tisztességgel, becsülettel végzik a munkájukat, és sokkal többet tesznek a városért, a közösségi közlekedésért, azok többet is tudjanak hazavinni. Azt még nem tudják, ez mekkora fizetést jelent majd. Az elnök azt mondja, infláció közeli vagy a fölötti emelést akarnak elérni a dolgozók részére. Így tiltakoztak még hétfőn a Tőke buszvezetői, mert a cég vezérigazgatója egy interjúban bunkóknak és primitíveknek nevezte a sofőröket és a jegyellenőröket. A szakszervezeti vezető azt mondja, a vezérigazgató ellátogatott a buszállomásokra és személyesen kért bocsánatot a dolgozóktól. Azonban itt nem zárul le az ügy. A Városháza a tulajdonos elmondása szerint vizsgálatot kezdeményeznek. Jó magam beszéltem a polgármester úrral és az egyik alpolgármester úrral, és akik elmondták, hogy a vizsgálat vége fogja majd eldönteni, hogy marad a vezérigazgató úr vagy sem. Azt tudom, és ezt elmondta nekünk és a többieknek is, hogy beadta a lemondását. Hofecker Ferenc azt mondja, nem voltak szerencsések ezek a mondatok egy vezérigazgatótól. Most mindenki levonta a következtetéseket a történtek után. Az önkormányzat pedig eldönti, kinek a vezetésével működtetik tovább a közösségi közlekedés bonyolító pécsi céget, a dolgozók pedig folytatják munkájukat. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Szénmonoxid mérgezés. A fűtési időszakban megnő a gyilkos gáz okozta balesetek száma. Vincenapi szőlőmetszés. Kedvező évük lesz a borászoknak. Paks kultúrájáért díj. Idén ketten vehették át a rangos elismerést. Kerekesszékesek vívtak pingpong csatát egészséges társaikkal. Elindult az idei év integrált asztali tenisz bajnoksága. Kedden változó vastagságú szakadozott felhőzet mellett időszakosan süt ki a nap. Elszórtan előfordulhat hószálingózás. A szeles tájakon enyhébb lesz a hajnal, másutt a korábbi hajnalokhoz képest mérsékeltebb, közepesen erős vagy várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!